Ovisok népesítették be a haladás tornacsarnokát. Bár a hideg idő és az influenza gyerekek 30-40%-át otthon tartotta, ennek dacára 178 kis nevelő rúgta a labdát. Mi azt gondoltuk, hogy ez a városban lesz egyedülálló rendezvény, viszont az MLS Pesti központjából azt az információt kaptuk, hogy ez országos szinten is egyedülálló rendezvény, hiszen ekkora városban egy helyen soha nem volt még ennyi óvoda. Ezért egyedülálló, hiszen itt az önkormányzat 18 óvodája képviselteti magát. A Bozsik programnak, valamint a hozzátartozó ovi foci pályák létesítésének köszönhetően ma már intézményi kereteken belül próbálnak a szakemberek megtenni mindent annak érdekében, hogy a kicsik már óvodáskorban megismerkedhessenek a különféle sportágakkal. Nem labdarúgásról, ugye fociról beszélünk, és a labda szeretetéről. Tehát itt az a lényeg, hogy nem biztos, hogy labdarúgók lesznek a kis játékosaink, lehet, hogy kézilabdások, kosárlabdások, de az a lényeg, hogy egyrészt megmozgatjuk őket, ez állandó jelleggel, és most már valóban az óvodákon belül is, hetente két alkalommal. A kicsik lelkesedését és győzni akarását az óvónők is erősítették, tanácsokkal látták el a gyerekeket. Nagy volt a küzdelem a tornacsarnok 6 mini pályáján. Az óvisok mindent beleadtak, a Maros úti óvoda kicsinyei például bravúrral védték ki a Mesevár óvoda csapatának akcióját. Nem véletlen a meseváriak kitűnő kondíciója, hiszen nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben a gyerekek fizikumának megerősítésére. Nagyon sokat sétálunk, ahova lehet sétálva megyünk, korcsolyázunk, úszni járunk, focizunk, Bozsik programban részt veszünk, ami városon belül sportrendezvény van, azon próbálunk részt venni, általában elég jó sikerekkel is. A városi tornán nem hirdettek eredményt, így a résztvevők valamennyien győztesként hagyták el a parkettát.